Nem kellett sokáig keresgetni az emlékek között, hogy a hagyományos évvégi sport visszatekintőnkben az esztendő legkiemelkedőbb pillanatai vajon kihez is kötődhetnek. Nos, 2022-ben kétségtelenül Darabos Laci vitte el a pálmát, hiszen két világeseményen tette el a névjegyét. Előbb a kadett kötöttfogású Európa-bajnoki aranyérmével, majd ugyanebben a kategóriában a világbajnoki ezüstérmével, amit ráadásul sérülten törött kézzel szerzett meg. Városunk tereplővészei is hozták a formájukat úgy a Hunterfield Target világbajnokságon, mint az Európa-bajnokságon is. Szilágyi Sándor és Sas Ferenc a magyar válogatottal világbajnoki címet szerzett, Nagy Katalin egyéniben a nők között megnyerte a VB-t és az EB-t is, míg a juniorok versengésében Szilágyi Sándor tanítványa Wagner Lara a VB-n bronzot, az EB-n aranyat nyert. Az Európa-bajnokságon a magyar válogatott Szilágyi Sándorral és Nagy Katalinnal a soraiban ezüstérmet szerzett. A Báthori Gym tagjai a hagyományos hazai versenyeik mellett az idén az Európa-kupán is bizonyíthatták képességeiket. Az év egyik legfontosabb versenyén, a Baján megrendezett VFC Európa Kupán 80 képviselték a püspökarányi szakosztályt. Közülük Szilágyi Viktória páston és ringben, azaz két kategóriában is aranyérmet szerzett, utóbbi döntőjét kiütéssel nyerte meg. S ha már küzdősport, akkor újfenn birkózás, hiszen a PNS-e versenyzői sem tétlenkedtek. Igaz, aranyérmet az idén nem sikerült szerezniük a különböző magyar bajnokságokon, viszont ezüstéremből kettőt, bronzéremből pedig hatot is ladányi versenyző nyakába akasztottak. Négy aranyérem mellett két ezüst és három bronzérem termett az idén a Sárét Jese sportolóinak a különböző országos viadalokon. Tomka Ézer és Tomka István terepduatlon, tereptriatlon, duatlon és akvatlon versenyeken érték el ezeket az eredményeket, miközben Ézer a több versenyből álló duatlon országos ranglistán az első helyen zárt. Folyamatos célkitűzése a PLE focistáinak, hogy a tabellán az első 10-ben legyenek. Nos, ezt a szintet egyelőre nem sikerült megugraniuk, hiszen a júniusban véget ért előző bajnokságban a 12. helyen végeztek, míg a most zajló pontvadászat félidejénél a 13. helyen telelnek. A PASZE asztali teniszezői ugyanakkor megyei bajnoki címet ünnepelhettek az előző kiírásban, s a most zajló sorozatban is vezetik a megyei bajnokság tabelláját. Keller Elek mellett Kosina Orsúja is teljesítette Nagyatádon az idei hosszú távú triatlon magyar bajnokság távjait. Elek immár 11-szeres Ironman lett, egyúttal a senior korosztályban egyéniben bronzérmet szerzett, míg a nyíregyházi Winnibike csapattal magyar bajnok lett. Püspöklarány hagyományos sporteseményei közül a Városi Lövészklub az idén egyaránt megrendezte az Árnyas Kempingben a februári Valentin kupát és a decemberi Mikulás kupát is. A téli teremfoci bajnokságot egy sáréti szuperkupával zárták februárban a szervezők, ahol a ladányi és a sárétudvari bajnokság legjobbjai vettek részt. Sajnos ennek az idén nem lesz folytatása, legalábbis itt Püspöklarányban nem. Ebben az évben is sikerrel zárták városunk futói a Rhein-Jurs Trulia nevezésű országos kilométergyűjtést. Az összesített eredmények alapján a legtöbb résztvevővel Püspöklarány büszkélkedhetett, míg a megtett kilométerek tekintetében a rendkívül előkelő második helyen végzett a város. A PNS-e két nagy országos versenyt rendezett az idén. Tavasszal a kadett kötöttfogású magyar bajnokságot, amelyen Darabos Laci is itt volt, s persze nyert is, míg ősszel a diákkorosztály diákolimpiai területi döntőjének adott otthont a sportcsarnok. A szokásos öreg fiúk focitornára kétszer is sor került az idén a Gellér Sándor sportcsarnokban. A márciusi villámtornát novemberben követte egy másik. A sáréti tekbalese szervezésében harmadik alkalommal került sor a Sárét Kincse Strandkupa elnevezésű amatőr strandfoci tornára. 15. alkalommal rendezte meg augusztusban Püspöklarány sakklubja a Ladány Open nemzetközi sakkverseny, amely egyúttal Arnold Sándor emlékverseny is. Az ötnapos viadalon 55 sakkozó versengett. Két év kihagyást követően került sor ismét a már hagyományosnak tekinthető Farkas-szigeti daruvonulás elnevezésű erdélyi futóversenyre. Ezen 28 településről mintegy 140 induló rótta a kilométereket a Farkas-sziget fái között.
és hát végül, de nem utolsó sorban, természetesen az iskolák egymás közötti hagyományos sportversenyei is megvoltak tartva 2022-ben.